Ideje is eljött itt a Millás reggeliben, és uh, hát uh, a hallgatók uh, írnak néhány gondolatot épp uh, arról, hogy mostanság annak a falunak van jövője, ahol államomilag magánosítható kastély van. Jó, igen, De az a probléma, hogy uh, uh, tudok több olyan települést is, ahol van nagyon-nagyon szép kastély, a romokban van, és mégsem e, megy a fejlődés útján. Tehát a kastély önmagában véve, egyébként, még ha megcsinálod, nagyon jó, és most akkor foglalkozunk egy komoly gondolattal, vagy komolytalan gondolattal komolyan, az sem biztos, hogy, hogy, hogy annyira bejön. Tehát a, oda kell jutni, oké, okay, ha Persze. a kastélyban ott vagy, és full szolgáltatás szolgáltatást kapsz, de akkor is ott azért nem árt, hogyha valamit tudsz csinálni valamit tudsz vásárolni. Tehát az, és hogy attól egy... függetlenül, hogy kik nyernek, meg hogyan osztják ezeket a pénzeket, meg kik csinálhatják meg a kastély felújítást, egy ilyen sem feltétlen hozzá. Tehát ott egy kis szigetként valószínűleg a turizmus működik, néhány munkahelyet teremt a környéken, tehát így szigetszerűen ez, ez tud segíteni. De azért a és ugye azért arra én kíváncsi lennék, hogy, hogy halljanak. oké, csinálsz egy, egy ilyen ilyen kastélyszállót, és akkor ki megy oda dolgozni. Tehát ott egy elnéptelendő faluba, környező településekre oké. Ah, lehet, van rá. De találsz én, vo én volt a turizmusban, ahol meg ugye talász. Balatonon is nagyon nehéz. Hát hogy ne találná, ott, ott ahol 40 os munkanélküliség van, ott találsz. Én voltam a Cserehátba egy ilyen kis felújított szálláshelyen, ahol kimondottan a környékbeli nagyon szegény falvakból szerezték a munkaerőt. Szerintem ott nincsen munkaerő probléma, tehát mm -hmm. ott lehet szerezni, hát ott nagyon sokan vágynak. Ott inkább viszonylag nagy sorbálás van, hogy bekerül, ha van egy-két ilyen új munkáltató, mm -hmm. még ha csak néhány vagy néhány tíz emberről van szó. Jó, uh, igen, uh, nagyon. De ez, uh, nem, meg... de ez nem oldja meg. Tehát ugye, ezek szigetek, ezek kis apró igen. dolgok segítenek, de ezt nem oldják meg az a elnéptelenedésnek a problémáját. Igen, meg hát azért azokból viszonylag kevés van, akik azt mondják, hogy szögre akasztom a laptopot, és elmegyek kecskét fejnél, és majd házi szappant, meg kecsketej sajtot. Olyanból kevés van, de olyanból, hogy. Uh... A laptopot viszem magammal, és olyan munkám van, hogy csak egy laptop kell hozzá, és ezt szeretném a világ végén végezni. Ilyenből azért több van. Ez egy, ez egy irány. Ez az én vágyom. Ez, ez Nem tudom, hogy ez, 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 ez mennyit változtat. Ez az én vágyam, az az igazság. De ugye azt a cégek is nyilatkozták már, hogy kimondottan, hogy nekik így a munkaerő problémát megoldásában segít, hogy eddig olyan munka, olyan, tehát olyan munkakörökre, ahol mindenképp be kellett járni, most már nem kell, és föl tudnak venni távolról is, akár 200 kilométerről is, és heti egy beutazást még fizet is a cég, mert megéri, hogy ott legyen, és az összes többi munkanap a home office segít. Tehát ez bizonyos értelemben segít. És emellett te akarsz egy kicsit még ott gazdálkodni, hm. tehát ez egy ellentétes irányú folyamat. Kérdés, hogy mire elég? Nem tudom, én erre, én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert mindenki városban nem lakhat, az hát, olyan igen. problémákat okoz. Nézzük már meg, hogy mi folyik Budapesten most éppen ezekben a percekben az meg agglomerációból ugye, meg bejárok. Itt, itt az államnak a felelősség, hogy ő milyen irányba viszi ezt el, ő mit szeretne elérni, az is ugye ide tartozik, és egy tök fontos kérdés. Jó, hát nem mi fogjuk de nem tudjuk mert, a választ, mert mert, mert... mert csak a probléma problémafelvetésig jutunk 10 nem ha, nem hallottunk De erről itt van egy láncsóki tud, hogy... ember, aki majd megmondja, hogy láncsóknak mi a kitörési pontja, és elnéptelenedőben van-e vagy nem. Közben, bocsánat, nyerd, azt, kérlek, szövő kérlek, szövő nyerd le szövő azt a szövő szőlőszemet nyugodtan a válasz előtt. Úgyhogy. Hát kevesebb de arra ellaknak, felétek, mint az De arra felétek időmben. is jellemző ez a kihalóban lévő, vagy elnéptelenedő falvak, nem? Nem, ö, mi azért, ez egy nagy, mi számít mondjuk nagynak, láncsók az ilyen két-három ezres település, volt, amikor volt négyezer, most inkább a kettőhöz van közel, Sokan elmennek onnan és is. És mivel foglalkoznak az emberek most nagyjából döntően, akik ott laknak? A mohácsiak laknak kint, akik bejárnak mohácsra dolgozni. Egyébként nem? sokan kiköltöztek, igenis, az, az, okay. az a része fejlődik, ami ilyen kertes újépítésű. Na, akkor agglomerációs település lett Abszett, Teljesen az egyébként, az tehát, az hát két-három az kilométer Muhács. Akkor az hát, az meg a vágóhíja, nem? Sok minden van most. Tehát van a válasz. Oké, akkor nem érintett abban a problémában, amiről. Viszont az iskolában egyre kevesebben vannak, és. Ez is egy példa, egy jellemző dolog, hogy elmennek a falusi iskolából a két kilométerre lévő városi iskolába. És nagyon keves, kevés gyerek van. Orvosi rendelő, posta. Az mind van. van. Aha. Az még az még az, ezer, Még a, a komor Tanácsi Tanácsi. <laughs> Elmegyek a tanácshoz. Na. na jó, hát akkor örülünk, hogy. Még pap is van. <laughs> na, az is egy nagyon fontos a szakrális karbantartásra híveknek. Na, szóval örülünk, hogy akkor felétek ez nem jellemző. Nekem a hát fatornyos nem. szülő falum karácsony az nagyon, ott, ott nagyon uh -huh. látszik. Közben a, közel hogy a van ami... Dunói város egy zsákfalu volt, ami halára ítélte, de megcsinálták a sóhordó útat, ami összeköti egy másik településsel is. Az, az olyan sebességgel lehet menni rajta, mint a Strádákon kb. olyan minőségű is, szerencsére, de mégis látom, hogy hát nem olyan, nem olyan pesgő, nem olyan élettel teli, mint amilyen. Van ott adott, nemzetiség ugyanak. egyébként, mert erre gondoltam, hogy ez is so sokat számít, hogy nálunk nagyon sok a nemzetiség is, nem menne, tehát ez ilyen kicsit ilyen belterjessé teszi. Ugye a, a svábok, a, a horvátok, ugye én, én, én félig sokács álljában. vagyok. Ez tehát ez, a, igen, az ez a sokács ott maradnak. vagy. Tényleg, tehát... te sokács vagy, mindig elfelejtem, hogy te sokács vagy. Igen, félig, félig, félig Sokács, a, mit az az, é. az, az, é. Na, az Aha, jó van. Na, szóval nem most fogjuk megfajtani a, a problémákat, főleg azért, mert hogy most már híreket hát kell meg adani, az agglomerációs meg... le... települések Igen. velük nincs probléma, azt Igen. tudjuk, hogy uh, le is telt a műsoridőnk, úgyhogy most akkor befejezzük ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen a figyelmeteket, holnap megint lesz Midlás reggeli. Uh, várunk benneteket itt a 9.9 Jazzy Rádion. Szép napot addig és mindenkinek még legközelebb találkozunk. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat...